Sziasztok! Második napja, második alkalommal gruberezünk. Látjátok, ez azért jóval szőrösebb, gazosabb föld. Még egy ilyen lejjebb tettük a grubert. Gyorsabban is, de így kényelmes a traktornak. Most olyan 32 centit van szerintem. Igen. A föld végén, ha látjátok, ott mennek a teherautók, ugye az az 51-es, amiről beszéltem az előző videóban. Majd ott a végén Attila nem fog végig kimenni, mert így is elég necces a dolog, mert elég jól föl van ázva a talaj. Majd mutatom nektek, hát egy csíkba lehet látni, ahogy elválik, hogy meddig állt a víz. Most már sok vizet nem látunk a földünkön. Milyenként? Hát a milyenként, így van, de azért jól át van ázva. Úgyhogy Attila, ameddig tud, bemegy, de elakadni nem szeretnénk. Gyönyörű szépen kivágja a gazat. Attila megnézte, kiszállt, megnézte, azt mondta, nagyon jó kivágja. Úgyhogy kíváncsiak leszünk nagyon, hogy ez most milyen lesz. Ez is tárcsát kapott tavaly, tarló után. Ebben is kukorica lesz. Fogjátok majd látni a vetőgépet vetni. Nagyon kíváncsi vagyok már rá, hogy milyen. Szerintem a jövő héten annak is nekiállunk. Teljesen szétdobjuk, átnézzük az égszíjakat, összepakoljuk. Ja. Teljesen készre megcsináljuk azt is. Imádom ezeket a magas feszültségeket itt a földön. Kell az, hogy legyünk. Igen, kell. Ez még vetés előtt azért meg lesz munkával rendesen. Most csak ezt a gazat akarjuk lehúzni, mert azt így hagyjuk, egy hét múlva akkor lesz a gaz itt, hogy ez a gaz most nagyon el fog indulni erre a sok csapadékra. Meg hát van nedvesség a talajba. Most már csak meleg kell, és úgy fog nőni, mint a gomba. Hát ezen a 7-8 hektáron próbáljuk meg a szántás nélküli kukoricát. Meglássuk, hogy milyen lesz. Most lesz olyan, amiben szántva van, lesz olyan, amiben nem lesz szántva. Megnézzük, ugyanannyi műtárgyával fogjuk vetni, ugyanolyan vetőmaggal, minden ugyanaz lesz, csak ugye maga a talaj technológia, tehát szántás vagy gruberezés vagy tárcsázás lesz más. Úgyhogy próbálgatjuk, hogy melyik milyen. Meglássuk. De nagyon jó haladunk, tehát időbe. Egy hektár gruberezés sokkal töredékre szántásnak. Úgyhogy holnapra is megvan a munkánk, úgyhogy arról is csinálunk videót. És ünnep után lesz egy olyan vetésünk, amilyet még szerintem nem láttatok. Hogy olyan magokat fogunk vetni, aminek számomra is új, többfélét, úgyhogy majd nem árulom el, majd meglátjátok. Hello, baby! Csá!
mindjárt meglátjátok a nagy vizet a mellettünk lévő földeken, meg megszámoltam, 10 hattyunk van itt a környé, tehát abban a vízben. 5 pár. De milyen érdekes, hogy ide találtak. És hova lettek a sirályok? Mi ott vannak? Persze. Azt akartam megmutatni nektek, hogy tök jó, amikor jönnek a gép körül. Ha víz van ott, hát jól érzi magukat, ott repkednek. Igen. Van egy 10 éves kisfiú. Tegnap irkáltunk vele, nagyon aranyos, nagyon cuki. Hogy hívják? Csatlós Mártnak hívják. Csatlós Márk? Csatlós Mártnak hívják, igen. Küldött hangüzenetet. Igen, nagyon édi-védi. Innen is üdvözöljük. Fordulatom, mi nem dolgozunk. Nincs 2000-es fordulat, 1850. Hát, jó. Mutasd meg a Gruber-t. Ott van plusz elő, nézzétek meg. Jó van mindig. Tehát a gázta hülye is tudja nyomni, tehát ennek fölösleges szerint nyomni. Én ezt az 1500-1600-os fordulatot szeretem, mert nagyon kedvező a fogyasztásom így. És ugyanolyan munkát csinál, úgyhogy nekem ez így megfelel. Fél órával tovább vagyok kint, de a gépet nem nyúzom. Úgyhogy... Hát itt lesz mindjárt, amikor... Ez a hattyúk tava. Igen, igen. Na, ott vannak a sirályok. Hol a kezem? Ott vannak a sirályok. Meg egy csomó. És ott vannak a... Ott vannak a hattyúk, csak hogy nem bír szerencsétlen telefon ráfókuszálni, mert benne van ez a... Na és ott vannak a hattyúk. És akkor így áll a víz. Mindjárt én is megmutatom nektek, hogy a mi földünkön hogy állt a víz, mert jelenleg az a picike áll már csak, de lehet látni, hogy el van színeződve ott a föld. Na hát a mi földünkön addig állt a víz. Látjátok? El van. Hát ki van fakulva, akkor úgy mondom, tehát ott nincs annyi gaz, mert ugye hát a víz alatt azok is megfulladtak. Úgyhogy csak addig tudunk gruberezni, mert különben, ha tovább akarnánk menni, elsüllyednénk, tehát az előbb is elkapart elég rendesen az első kerék. Úgyhogy elsüllyedni nem szeretnénk, ott van a nyoma, ahol elkezdett itt Attila, itt látjátok? Ott megyek, mert itt arra már lefele nincsen, igaz, látod? Igen, figyeljetek, mindjárt elkezd majd. Aha, itt meg már hop-hop, ne röltesd. Húha! Aha. Jó, akkor most van egy másik verzió. Aha, igen. Vagy jövök a dzsipóval, azt kihúzlak, nem? Hát itt nem lesz, mi kihúzzon, baby. Illésnek szólunk, jön. Aha, ja. Na, látjátok, gyerekek?
idáig nem fogunk már dolgozni, úgyhogy apa ezt jegyez meg, nem dolgozunk idáig. Az évek meg a rutin, tudod? Igen, tehát ne akarjunk már így elakadni. Azt a mindenit milyen mélyen akadtunk kette. Amit gondoltál? Illés, hát ez... látod a 650-es gumi? Kivet... Azt a mindenit, az legalább 60 centi mélyen elsüllyedt a kerék. Ez annyira nem vicces. Nem? Nem. Várjátok, hogy mutassam én azt nektek. Úgy is ki az ajtó. Várjál, áj, Istenem. Azt a mindenit neki. Gyönyörű. Gyönyörű. Na, hát ez itt. Te. Ez itt már nem jó. Ez tudod, jó játék, hülye gyerekeknek. De te nem vagy hülye, jó? Te okos legyél és ne akarjál mindent. Okos legyél és bátor. Most már... Már én ilyenkor nem szoktam elindulni, amikor nem van a Gruber vagy bármilyen. Hiába rakom vissza elsőbe. Felemelem. Csak az a baj, most meg ugye... Nagyon, igen. Be kellett állítani neki. Nekem be van állítva most már, hogy meddig emeljen. Én hátrébb megyek. És menet közben rakom le, mert nem fogom basztatni a váltót, meg kuplungot mindent. Én nem indítom el úgy, hogy len van a Gruber, az drága sport akkor. Felemelem hátét tolatok és nyugodtan elindulok előrefelé. És akkor úgy. Na most már látjátok. Na addig nem kell dolgozni. Igen, kicsit hamarabb meg kell állni. Igen. Addig játszunk a tűzzel, míg haza kell menni a kis tüzesért. Az. Nem akarsz menni egy kör? Tudsz te traktorozni? Tudok. Ajjaj. Nagyon, nagyon koncentrál. Mint a vezetését tudod. Na most te fogsz megfordulni, jó? Ne felejtsétek, hogy melyik traktorba ültök. Oh! Nehéz húzni, anya? Neked nem, igaz?
tükörbe szépen látni, hogy dolgozik. Szerintem tök jó munkája van. Kicsit arrébb mehet, mert jóval rá van a kapa, de így már jó. Kicsit megrakódik, mert ugye vizes a talaj. De nagyon szép munkája van. És nem lesz annyira letömörítve se, hiába vizes. Látjátok, ennyire. Úgy jóval keményebbá. Jó, a szőrös már. Meg kell csinálni. Nincs mese. Na, hát meglássuk, hogy fordul meg. Nem kell félteni, mert ért hozzá. Úgyhogy... nő létére jól megtanultam már ezt a traktoros verziót. Kicsivel is, kis traktorral is, meg a nagyobbal is. Úgyhogy... szépen rááll. Türelmes. Tehát nem kapkod egyik traktorral se, meg az autóval se. Sőt, inkább azt mondom, hogy túlságosan türelmes. Na mindjárt bejelentkezünk. Na itt vagyunk. Újra. Anya itt hagyott, elment egy kört egyedül. Most fogjátok hallani a gép hangját. Anya nyomja a Grubert. Ismét Attila van a kormánynál. Sziasztok! Hát, úgy ott hagyott engem a traktorba, kiugrott.
Ja, ennyi van egy pár költet. Hát kiugrott a drágám. De jó videókat csináltál? Már megnézed? Ha jó, oké. Ha jó, ha nem jó, ez ilyen. Ezt fogjátok nézni, mi? Mi a valóságot mutatjuk nektek. Látjátok, hogy milyen gyomos, igaz? Igaz. Ugye? Hattyú. Igen, ott a hattyú, meg ott a hattyú. Jó, elég. Mert már kapar. Ott is úszkálnak a hattyúk. Ez a hattyúk. Mindenki próbálja művelni, ameddig csak tudja. Hát a víz előbb-utóbb kiszorul. Én amire ezt még egyszer jövök csinálni, azt már meg fogom csinálni szerintem. Ha nem lesz több annyira komolyabb eső, azt én már végig fogom művelni. Mondjuk azt nem biztos, hogy az nagyon brutális mennyiségű víz van. És az ott szénaföld, az egy kaszáló. Ott szerintem ott meg is döglött a széna benne. Hát, igen, de hát... Évek óta nem volt ilyen talajvizünk. Szerintem az elmúlt... Egy ilyen korcsolyapályás öt éve. Mennyi hegy? 5 éve? 4? Én azt biztos meghúznám, hogy kifolyasszanám a árokba azt. Szerintem egy... Naponta 10.000 liter folyna akkor is. Szerintem egy 4-5 éve nem volt ilyenünk, hogy így álljon itt ezen a részen a víz. Nem. Ez most ilyen? Hát ezzel ugye nem tudnak mit csinálni a gazdák, hogyha nem tudják ezt a részt bevetni, akkor ugye ilyenkor szokták a viszmajort, ugye? Igen, de én nem biztos, hogy fogok ilyesmit csinálni, mert tudod. Hát mi már nagyon hanyagolni akarjuk a támogatási rendszert. Hát saját magunk ura akarunk lenni, nem akarunk úgymond cseléd lenni senkinek. Épp tegnap néztem, ugye tegnap kinyomtattam a papírokat, 11 részletbe osszák szét már a támogatást. 11 részletbe. Igen, ha megkapod. Barnába talaj, látod? Aha. Remélem most már kések is meg fognak egy kicsit fényesödni. Biztos. Emlékszem, az előbb gondolkodtam rajta, amikor te mentél, hogy mikor ennek nekiálltam MTZ-vel szántani. Azt hittem sose lesz vége, akkor beleálltam ebbe a 4,5 hektárba. Volgán ott L950-es ekével, kemény 1 méter 20-at, 1,20-at vagy 1,15-öt, már nem tudom mennyit vitt. A traktornak a baloldali kerekének a felét vitte a harmadik ekefej, ha jól emlékszek rá.
soha, mondom, ez soha nem lesz vége ez itt a szállítás. Igen, délelőtt elment, az valamikor délután jött mindig haza. De akkor megállás nélkül? Igen. Nem baj, ezek már csak emlékek, bébim. Nem is bánom, megmondom őszintén. Hát gondolom. Még van ez a kis zöld részünk, az, ami még elbíbelődünk. Ezt a végén majd csinálunk róla egy-két fotót, vagy még bejelentkezünk, meglássuk. De remélem, hogy tudtok véleményt alkotni a Gruberről. Nyilván lesz majd sokkal keményebb tala is. Most nincs, mert ugye most mindenhol ilyen laza, most nem laza, ilyen ázott talaj van, de igazából egy jó szárazságban mutatnám meg, hogy mit tud. De egész jól meg vagyunk elégedve a munkájával, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a sors. Így van. A döntés a te kezedben van. Igen. Na, én szerintem addig elköszönöm, nem tudom, hogy még lesz-e videó, vagy nem. Hát erről a földről nem mondom. Tudjuk, de holnap biztos lesz újabb videó megint. Így van. Tehát, mert már megint más munkát fogunk csinálni. Úgyhogy megpróbálunk nektek, ahogy ígértem, januárban mindig olyan munkálatokról videót készíteni, amit pont akkor csinálunk. És ha tetszik, feliratkoztok, nézitek, ha nem tetszik, akkor nem nézitek. Ahogy látjátok, szinte amikor csináljuk a videót, azt már aznap föl is rakom. Úgyhogy végülis az aznapi munkánkat látjátok. Így van. Meg olyan is láss, aki nincs feliratkozva és nem nézi a videót. Nem nézi a videót? Igen. De tudom, hogy nézi a videót. Ja. És nincs feliratkozva. Mert a kicsin falunk, ott születtem én. Nincs ott gyertya, nincs ott lámpa, fény. Tudod. HG. Tök jó lesz. Na, jó van, én elköszöntem. Elköszönünk. Ez a második tábla, vagy harmadik, második, harmadik a... Hát egy volt, amit ott előttünk próbáltunk. Ugye tegnap csináltunk egyet, ahol olyan nagyon sáros területen mentem keresztül autóval. És ugye ma 14-e van, március 14. Úgyhogy most egy 4,5 hektáros darabba álltunk bele. Abból már szerintem közel egy ilyen hektár, de másfél hektáros darab nincsen már meg, mert ugye ez 1 kilométer hosszú ez a föld. Úgyhogy szerintem ezzel egy fél óra alatt végzünk, úgyhogy mi elköszönünk tőletek. Legyen további szép napotok. Iratkozzatok fel, ha tetszett. Holnap március 15. Hál' Istennek a gyerekek akkor nem mennek iskolába. Lehet, hogy megyünk pecázni. Az is lehet. Majd meglátjuk. Mert már kértétek, egyre többen kéritek, hogy legyen egy pecázós videó. Mondjuk az öcsi annak csak örül. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen időt mond 15-ére, és akkor lehet, hogy egy kicsit lemegy egy gyerek pecázni, és akkor elkísérjük mi is. De ez még nem 100%. Csak 93. Igen, de előtte még mi elmegyünk dolgozni mást, és majd csak utána, hogyha hazaértünk, utána fogunk pecázni. Így tehát van. Előbb a munka, utána a szórakozás. Így van. Így van? Igen, meg a kajálás. Igen. Na, legyen szép napotok. Sziasztok. Sziasztok. Hello.